Így nézett ki a Deák utcai óvodában a gyerekmosdó nyár közepén a felújítás alatt, és így most. Jól látható a különbség. A 40 éves rozsdás, elavult mosdókagylók és vécék helyére újak kerültek, egy szép új gyerekzuhanyzót is beépítettek, új tükrök kerültek a falakra és újra festették a helyiséget. De nem csak ez újult meg itt a Deák utcai óvodában. Eredeti terv szerint 2 darab WC-mosdót újítottunk volna fel, de olyan árajánlatot kaptunk, amit nem tudtunk elfogadni, így saját kivitelezésbe csináltuk meg. Így mind a 4 gyereköltöző elkészült, gyerekmosdó elkészült, és elkészült itt a mögöttem lévő konyha melletti személyzeti, illetve felnőtt WC-öltöző helyiség is, annak a felújítása is belefért ebbe az összegbe. A várvak dolgozói gyönyörű, precíz munkát végeztek. A gazdaságos kivitelezésnek köszönhetően a régi lambéria helyére szép új járólap került. A konyhában megújultak a csapok, továbbá a radiátor szerepeket is lecserélték. A régi rossz nyílászárók helyére is újak kerültek, így most már az óvoda összes ablaka és ajtaja új. Természetesen a város többi intézményében is végeztek felújításokat az elmúlt hetekben. A Széchenyi úti óvodában ugyanígy elkészült a nyílászáró csere, annak a visszajavítása is megtörtént. A Budai úti óvodának befejeződött a tetőcseréje, nagyon szép tetőt kapott az óvoda. A Pesti úti óvodában is elkészült egy vizesblokk teljes felújítása, hasonlóan az ittenihez, új csempe, új ajzatburkolás, kifestve, rendbetéve, és a mellette lévő öltözők kaptak új linoleumborítást. A Pesti úti óvodánál még tetőjavítási munkák vannak hátra, és több más óvodában folyamatban vannak kisebb feladatok, amelyeket hétvégente végeznek, tette hozzá Józsa János.